Hát ránézés is egy bull típusú kutyus. Ő ezért ragad be? Hát a bull típusú kutyák egyébként is esélytelenebbek, mint az összes többi gazdikereső keverék, függetlenül a visel dolgaiktól. Közöttük ugye nagyobb százalékban találhatóak olyanok, akik nem jönnek ki feltétlenül más állatokkal. Bejavának is ez az egyik legnagyobb hátránya. Uh-huh. Ő nem jön ki más állatokkal, sem kutyákkal, sem egyébben. Itt szájkosárban megszokta a többieket, illetve a sétákon, pórázon tudjuk sétáltatni, úgyhogy nincs rajt szájkosár, de ha rendezvényre visszük, vagy sporteseményre jön, akkor a szájkosár kötelező, mert ő agresszív más kutyákkal szemben. Bull típusú kutyák alapvetően nagyon emberközpontú kutyák, viszont a testfelépítésükből fakadóan, hát ők ugye alapvetően terrier jellegű ebek. Hát egy pörgősek nagyobb a mozgásigényük, és nagyon igénylik az emberek figyelmét és szeretetét. Egyébként a gyerekekkel általában a többségük tökéletesen kijön. Egyébként, amikor jönnek ki gyerekek a kifutón, akkor Pejvát szokták sétáltatni, mert hogy annyira stabil a gyerekekkel, nagyon-nagyon szereti őket. Tehát, ha véletlenül valaki rálép a lábára, egy szava nincs, hogyha kaját szednek ki a szájából, nem történik semmi, gyönyörűen veszi el a jutalomfalatot. Vagy ha gyerekek vannak, akkor még ezt a kajlaságot sem csinálja, tehát hogy akkor mint hogyha átkapcsolna egy másik üzemmódba. Tehát nem ugrál, nem húz, tökéletesen megy. Közben Pejva egy pedagógus. Igen, egy dogpedagógus. Egy dogpedagógus, aki gyerekekkel is jól el van. Gyerekeket. Viszont ugye, hogyha nem jól tartják őket, akkor pont abból fakadóan, hogy más a testfelépítésük, és ugye máshogy is néznek ki. Egyrésztről könnyebben megkülönböztethetők más típusú keverékektől, tehát hogyha bármilyen támadásos eset van, akkor ha egy ilyen kutyát mutatnak, akkor az embereknek nem kell sokat gondolkodni, hogy ő egy pitbull, pedig ő ráadásul nem is az, de hogy egy bull típusú kutyáról van szó, tehát hogy a többi keverék azért heterogénabb csoportot alkot, mint a bullok. Másrésztről ugye őket mindenki úgy könyveli el, hogy agresszív, nehezen tartható kutyák. És hát innentől fogva igen, ezeket gyerekek mellé, lakótelepre, bárhová nagyon nehezen hozzák meg azt a döntést, még akkor is, hogyha mi elég sok bull típusú kutyát mentünk, tehát az egyesület gondozásában többen is vannak. Pejva ő már 5 éve gazdikereső, úgyhogy ő már a legrégebbiek között van. De még azokat a bull típusú kutyáinkat is nagyon nehezen adjuk örökbe, akik egyébként az emberekkel és állatokkal is jól kijönnek. Tehát van olyan kutyánk, aki kutya és macska mellé ment problémamentesen, de ő is több mint egy évet várt. Csak azért, mert vödörfejű. Milyen lenne őt 5 év után elengedni? Ez nem egyszerű. De azért 5 év, igen. És te azért jössz ki hozzá rendszeresen, igen, meg sétáltatod ugye, őt meg. Ő az egyik ilyen, hogyha lehet ilyet mondani, az egyik személyes kedvencem. Nagyon régóta ismerem. De hogyha jelentkezne a tökéletes gazda, akkor elengedném őt, mert az állatvédelemnek nem az a lényege, hogy én itt biztonságban tudjam, hanem hogy mindenkinek megtaláljam a saját családját. És én nem tudok az lenni neki, úgyhogy neki meg kell keresni a sajátját. És a kutyák sorsáról te döntesz? Igen. Te de hogy kik kaphatnak, kik milyen kutyát? A Pejva esetében biztos, hogy én is a döntéshozók között lennék. Nálunk e-mailben lehet jelentkezni, vagy rendezvényen személyesen, vagy akár itt sétáltatások során lehet jelezni, hogyha valamelyik kutya szimpatikus, és szeretné az ember kicsit szorosabbra fűzni vele a kapcsolatát. Ilyenkor mi írásban, telefonon vagy személyesen egy előszűrést végzünk, hogyha megfelel az örökbefogadó a feltételeinknek, és egyébként a kutya habitusához is passzol, és vállalja azokat a dolgokat, ami egy-egy kutyához szükséges, akkor az örökbeadás ellenőrzötten szerződéssel meg tud történni, és ami nagyon fontos, hogy nálunk nincs örökbefogadási díj. Tehát, hogy a mi kutyáink azok kvázi ingyenesen kerülnek a gazdákhoz, de nagyon szigorú feltételek mellett. És ennek így is kéne működnie. Hát, hogyha ezt tehetnétek Pejvát, aki egy fantasztikus egy kutya. Egy cápafejű szuka. Egy cápafejű szuka. Igen, nem szereti a többi állatot, viszont emberekkel fantasztikusan el van, úgyhogy ha szeretnétek Pejvát, akkor jelentkezzetek az Eszkolába Egyesületnél, mert ő már 5 éve vár, és ilyen gyönyörű kutya, ilyen fantasztikus képességekkel ne várjon már
tovább szerintem, úgyhogy gyertek Pejváért!